Hagyományteremtő szándékkal tartottak Szent Márton napi lámpás felvonulást Kistarcsán, a Simándi József Általános Iskola tanulói, tanáraik és szüleik kíséretében. Várkuti Melindától kaptunk egy felkérést, illetve kérték a szülők segítségét abban, hogy ebben a sétában a szülők segítsék a gyerekeket. Ugye feltétel volt, hogy úgy vehetnek részt a gyerekek ezen a sétán, hogyha az osztályfőnök kíséri őket, illetve ha az osztályfőnök nem tud eljönni, csak szülővel jöhettek a gyerekek, tehát itt kellett a szülőket ebbe bevonni, hogy jöjjenek el, és segítsék a gyerekeket ehhez az élményhez. Tavalyi évben egy osztály vett részt, a másodiká, akik most már másodikosok, de tavaly elsősként terveztük el azt, hogy egy kicsit ilyen közösségformálás szintjén egy ilyen lámpás felvonulást szervezünk a gyerekeknek és a családoknak, és ez nagyon tetszett az iskola vezetésének, a diák önkormányzatnak, és elterveztük, hogy ebben az évben iskolai szinten szervezzük meg ezt a felvonulást. A mártonnapi népszokások, köztük a lámpás felvonulás az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, az advent közelettéhez kötődnek, illetve Szent Márton püspök személyéhez, akit már a honfoglalás előtt tiszteltek Pannóniában. A hagyomány szerint Márton álmában segítette Szent Istvánt és az országot, ezért Szűz Mária után Túri Szent Márton lett Magyarország patronusa. Egyszer, mikor szörnyű hideg volt, a havas úton Márton lovagolt, megsajnált egy koldust, fogta köpenyét, ketté vágta, s neki adta a felét. Igazság szerint ez nem magyar országhoz köthető, hanem ez egy germán eredetű szokás a Márton napnak, ez a lámpás felvonulás, és maga a kicsi lámpások egy-egy jó cselekedetet jelentenek, jelképeznek, hogy így engedtem én is útjára az itt jelenlévőket, hogy most már a városban körülvittük ezt a jó cselekedetet, hogy vigyék magukkal tovább a mécseseken keresztül. Hát így visszanézve a sétára, körülbelül szerintem egy 200-an lehettünk. Szép számmal jöttek szülők is, tehát elég sok gyerek attól függetlenül, hogy a tanítója, a tanítóbácsia, vagy pedagógus osztályfőnök vele volt, ettől függetlenül a szülők kísérték őket. El tudod mesélni, hogy mind vettél most részt? Hát a lámpás felvonuláson, amit hát Németországtól vettünk át, és nagyon tetszett. Hogy fogadtátok ezt a lehetőséget, kérést, hogy egy ilyenen részt vehettek? Lelkesek voltatok, nem örültetek neki? Hát a miattunk szerintem azért lelkes volt ez iránt, hogy lehet így menni, mert szeretjük az ilyeneket. Az iskolának a kisépület előtti parkolójából indultunk, és igazából az iskolához közel eső utcák. Indultunk a Széchenyi utcából, Kölcsey utca, Munkácsi utca, Tó utca, majd visszakanyarodva a Dózsa-György utcán felmentünk a Szabadság útig, és a Szabadság úton az Ifjúság tér érintésével tulajdonképpen megérkeztünk ide az iskola aulájába, ahol egyébként a szülői munkaközösség tagjai látták vendégül a gyerekeket, illetve kísérőiket egy forró tejára és egy kis rágcsálni valóval. Szent Márton. A Mártonnapi sétán sok gyermek saját kezüleg elkészített lámpásával vett részt. Hogyan készültetek erre az alkalomra? Hát erre az alkalomra készítettük a lámpásokat, és meg volt adva, hogy milyen papírból, és
az, hogy mit teszünk bele, az már a mi dolgunk volt, meg hogy csináljuk, milyen mintával, az is. Technika órán csináltunk ilyen befőttes üvegből, ragasztóval ráraktunk sót, és beletettünk mécsest. Meg ilyen drótot tettünk rá, hogy azzal fogjuk meg. Anya nézte a netről tulajdonképpen, és gondoltuk, hogy mi is csinálunk ilyet, és üvegfestékkel megfestettük. Hát az enyémet így kikapartuk, és csináltunk ilyen ablakokat is, és utána egy LED lámpát raktunk bele. Azt gondolom, hogy a mai rohanó világunkban, amikor reggel beülünk az autóba, elmegyünk dolgozni, délután hazajövünk, vagy esetleg tömegközlekedéssel, nincs időnk sajnos arra, hogy sétáljunk, és ez arra is jó volt, hogy elmentünk, kikapcsolódtunk, és elvittük a fényt a városba, és reméljük, hogy jövőre többen fognak csatlakozni hozzánk. Thank you.